Meglássuk. Jó, köszi Sanyi akkor az információt. Sokat segítettél. Jó, oké. Szeretném ezt a questline-t még követni. Hogy előmozdítsa nyomozás, el kell nyernem kastély alkimista bizalmát, de hogyan nyerjük el a bizalmát? Szerintem az orgazdál, akinek a kard volt. Melyik questet kövessük most, mert egy ki van jelölve, ami a raktárhoz vezet? Hát menjünk el oda. Én egy jó partnert, fel kell beszélned, majd visszafekszik. Egyébként, ja, Kalksteinhez vezet. Én úgy tudom, Sanival majd le lehet feküdni. Csak el kell tenni egy időnek. Jó volt veled beszélni róla. Van, amit elfelejtettünk volna kérdezni tőle? Sajnálom, elfelejtettem, mit akartam mondani. Úgy tudod, nem? Hogy jöttök el a mocsárhoz? A nyugati kapu után van egy út, ami óvízimába vezet. Aztán? Egy révhez fogsz érni, révhez. Ahonnan már átjuthatsz a mocsárhoz. Révparti? Mindkét irányba jár. Igen, van egy rév a mocsárhoz közel, téglásfalvánál. Köszönöm. Sajnálom, elfelejtettem, mit akartam mondani. Ez most tényleg ironikusan mondja. Beszélj nekem a szalamandráról. Hm? Szerintem te egy csónakba nevezel a szalamandrával. Én? Miért? Én kell faggatnunk, mert gyanúsított. Mire vagy kíváncsi? Néhány dolog arra utal, hogy kapcsolatod van a szalamandrával. De néhány dolog arra utal, hogy kapcsolatod van a szalamandrával. Miféle dolgok? Egy sérült szalamandra említette a nevedet. Valószínű, mivel én alkalmaztam. Mire? Hogy segítsen a kísérleteimben. Fogalmam sem volt róla, hogy a titkos szervezethez tartozott. Edzeni kell, hogy a szeregrészhessek. Az ötödik eszenciát, és elkészítette a bölcsékkövét, ugye? Megvédett a szalamandrától, és még elintézett néhány dolgot nekem. Még az életét is kockáztatta, értem. És? Takarodj a szemem elől! Ó, basszus. Most mérges ránk, hogy gyanúsítottuk őt. És hassal edzel reggel? Wow. Mondjuk lehet, hogy nem igényled így konkrétan reggel a kaját, ez tök jó. Nekem meg lassan aludni kellene. Hát igen, neked még igen. Hiszek neked. Jött Réva kikötő? Ó, köszönöm. Nincs bizonyítékom az ártatlanságodra, de úgy döntöttem, megbízom benned. Nem fogod megbánni. Ha megtalálod a bűnöst, segíteni fogok. Most pedig vissza a munkához. Oké. Újra nyitom az ügyet, hogy új bizonyítékot találok. Szóval, oké, annyit tudunk, hogy már Kalkstein valószínűleg nem ő, vagy nem tudok szalamandrákról többet, és nem ő bérelte fel maga a szalamandrákat, hogy azaz az orgyilkosokat, hogy megöljenek minket. Persze attól még kevés bizonyíték. Arra leszek majd kíváncsi, hogy vajon úgy lesz, hogy a végén el kell döntenünk, hogy ki lehet az. El kell nyernem Kalkstein bizalmát. Elő kell kerítenem két könyvet Kalksteinnek. Megígértem Kalksteinnek, kiderítenek pár dolgok a mocsárban lévő. Aha, két könyv különösen fontos. Jó, akkor segítsünk ennek a Kalksteinnek. El kell mennünk ide az antikváriusba. Lehet, hogy az a könyvtár, csak a játék így fogalmazza, hogy mi az. Hát egy éjszaka jó lesz. Törp mesteremberek és tündeművészek lakják ezt a régiót. Köszönjük a információt. Ha ennék előtte behánynék szerint, az lehet, persze. Figyelj, ha megvan ennek ilyen edzés reggel,
Úgy kell fel meg minden, az tök jó amúgy. Nyilván nem kell előtt tenni. Egy kávét azért vagy előtte, vagy valamit iszol, remélek. Remélhetőleg. Nem úgy meg utána még jobban étvágyat találna. Úgy, hogy edzettél. Nem tudnak ide menni? Ha? Ide vezetne? Csak furán mutassa a... Nem, itt... Ha, ide, pontosan ide, pontosan néznénk, akkor ide mutassa. De zárva van ez az ajtó. Lehet azért van zárva, mert este van. Hol tudnánk lepihenni? Az a kérdés. Nincsen kocsma valahol? Kórházkert. Másik csatorna. Gátkapu. Valahol csak van egy valami fogadó. Városi kazamata. Le kéne pihennünk. Yuki Shipyard aludni Tyler házának bejárata. Azt hiszem ő is így gyanúsított. És nála nem tudunk pihenni, csak így. Orgazda vagyok. Mivel foglalkozol? Mindennel, ami megéri. Tehát akkor mi lesz? Tehát akkor mi lesz? Tudunk vele inni? Beírt helyettem. Igenis, de ha felülést csinálsz, akkor csak rosszabb, ha van benne folyadék, zavaróbb is kellene köszönöm. Ja, az igaz. Sipért aludni! Jó, megyek tovább, jó játékot és jók legyetek! Ja, Yugi! Nagyobb és kisebb, mint három. Jó éjszakát, aludj jól. Átfér a pihenés, puszilak. Love you. Aludj jól. Jókkal. Az örök találtak egy Witcher kardot a helyeden. Tényleg játszunk! Játszol? Mocskosul jó játékos vagyok, miért? Játszunk? Játszunk? Nagyon béna vagy. Nem el! Gyakorolj még egy kicsit, mielőtt még egyszer zavarsz. Oké. Ami kezdő vagyok, addig nem játszhatok profikkal, profi. Be kell kutatnunk, hogy kik azok, akik kockapókereznek, akkor itt egy villog valami. Tehát akkor mi lesz? Az örök, nem tudunk nála majd pihenni, az örök találtak egy Witcher kardot a helyeden. Mit érdekel az téged? Berengár járt nálad. Igen, Berengár nem után is kutatunk rohadt. Egyébként. Honnan de pontosan ezt? Nem tudom, miért, hogy egy másik Witcher. Van a kis barátodnak egy másik tulajdona is. Másik? Ja, értsd. Nem akarja, érted? Tehát honnan szerezted a kardot? Hát honnan szerezted a kardot? Miért válaszoljak én erre? Nem öllek meg. Rendben. A szőrös medvében vettem egy embertől. Hogy nézett ki? A leghíresebb kártyás a környéken. Miért nézik el az őrök az üzelmeidet? Hallottál nem a szalamandráról? Ami tetszik ebben a játékban az az, bár nem sok embernek tetszik ez, szintén még, hogy valószínűleg ebben is az van, hogy te most ugye questezel, és egy karakterre való beszéd nagyon meg tudja változtatni a questet. Tehát valami például fontosat mond, és akkor közelebb kerülsz az ügyhöz, vagy ilyesmi. Megint ez a szőrös medve, ugye? Mindig ez a szőrös medve. Magyarázd meg, miért nézik el az őrök az üzelmeidet? Tudnod kell vigyázni magadra. Vigyázni? Az őröknek és a tolvajoknak is szükségük van rám. Mindenkivel üzletelek, ezért senki nem bánthat. Aha. Tehát akkor mi lesz? Ez mindig mondja. Nézzük majd a áruit, megpróbálunk inni vele, mert akkor lehet, hogy új párbeszéd opciók megnyílnak. Hallottál már a szalag? Igen, de nem tudom, hogy mit akarnak azok a hüllők. Hüllők? Kétéltű. Mi?
A szalamandrák kétéltőek. Ki a kapcsolatod? Nem ismerem. Ha, üzletelsz a szalamandrával? Üzletelsz a szalamandrával. Miből gondolod ezt? Honnan jutottál Berengár holmiához? Orgazda vagyok. Nem kérdezhetek meg minden tolvajt, hogy kit rabolt ki. A szalamandra utálja a vicsereket. Berengár eltűnik, a holmia pedig valahogy hozzád kerül. Kezded már érteni? Berengár nekem nem jelent semmit. Talán az ellátóim ismerik. És kik az ellátóid? Nem tudnék megélni, ha csak azokkal a dolgokkal kereskednék, amit magam szereztem be. Jó, ez hihetőnek hangzik, nyilván vannak neki. Hiszek neked. A kapcsolataid az őröknél jól jöhetnek Azárnak. Védelemre van szükségem a szalamandrától. Ezért foglalkozom az őrökkel. Szóval azt mondod. Fizetek valamennyit Vincent félkegyelműinek, és ők vigyáznak a biztonságomra. De amúgy érdekes, hogy kidobja ezt a játék. Mert most és azt mondjuk, nem hiszek neked, de ez is hihetőnek hangzik. Meg nem nagyon tudjuk megállapítani a hangjából, hogy most hazudna-e, vagy nem. Szóval... hihetőnek hangzik, megint csak. Bár nincs rá bizonyítékom, arra jutottam, hogy nem te vagy az én emberem. Kutyafáját, milyen okos következtetés. Kutyafáját. Ami információra van szükséged, nézd be máskor is. Jó, még kidob a párbeszéd, el kell jönnöm, hogy a kard miképp került vízimavárosába, el kell mennem a szőrös medve fogadóba. Ki kell kérdezem az embereket, hát a rájövök, ki adta el a Witcher holmiait az orgazdának. Illetve ugye újraindítsuk ezt a ügyet, hogy bizonyítékot állok. Ugye ő is gyanúsított volt, megint csak abba, hogy az orgyilkosokat ránk bérelték és közel volt hozzá. Nem tetszik amúgy, hogy kidobba a párbeszédből. Hogyan jutottál Berengár tulajdonához? De ezt már kérdeztük, nem? Berengár tulajdonál? Egy kereskedőtől. Nem, tényleg nem kérdeztük. Hol találom meg? Találom meg? A szőrös medvé. Jó, ezt már tudjuk. Colmannak hívják. De nevet nem tudtuk, Colmannak hívják. Nézzük meg, mit árul. Ó. Berengár úr, a szőrösen fogadón találtam meg a fickot. Jó, akkor az a fogadó, az remélhetőleg ebben a városban van, mert hogyha nem, akkor nem engednek ki. Ahogy ki kéne jutni akkor. Kár majd ebben lopott Witcher titkok egy része. Főzett receptúrákat tartalmaz. Ezt meg kéne venni. Ezeket a fegyvereket nem vesszük meg, mert... De várjunk egyébként nekünk. Nincs acél. Hol van a fegyverünk? Mi történt a fegyverünkkel? Ez is kardunk, ezt ellopták? Azután nyomozunk? Mert Berengárnak a ez is kardja után nyomozunk, de nem a izé. Hol a mi ez is kardunk? What? Okay. Érdekes. Jó, egyelőre nem veszünk semmit. Mondjuk az aranygyűrűt el lehet adni. 90-ért. Többit meghagyjuk. Majd abban a fogadóban meg ledobunk pár tárgyat, volt leszünk. Mi megpróbáljuk ezt, aztán megyünk a fogadóba. Lerészegedni vele. De inkább valami gyengévet kellene talán kezdeni. Gyenge, akkor ócska sörmelyet Tamerja fővárosában főznek. Azt nem tudom, hogy vajon ő is azt-e issza, amit mi iszunk, vagy van saját piája, mármint így. Nem kettőt használunk a inventoryból, de hogy ő mit iszik, az nem tudni. Ígyjuk ezt. Ez egyébként olyan, mint hogyha valamilyen ivós párbajok lennének, és aztán vagy benyeljük, vagy nem. Érdekes. Kibírja tovább. Megkaptuk effektet. 3 után csak.
Ashi mindig bírja. De mi a... Fogyni alkoholba, ilyen tempóba, gyerünk be. Ó, utolsó, aztán közepeset kell inni. Valahol is volt olyan? Ó, azt hiszem, nem emlékszek rá. Ennyi is játszottam egy ideig, de aztán túl grindy, meg ismétlődő volt, szóval meguntam. Sajnos. Pedig amúgy sok a DLC-t adtak ki hozzá. Ne már! Hagyjál már! Megittunk vagy 7-8 sört. Közepesen erős vörös bort. És megint. Meghaltunk. Mi történt? Részek vagyunk? Kidob. Ha! Elveszítettük az ivópárbajt. És ki lettünk dobva. Azért iszok ennyit, mert lehet, hogy megnyitódott volna egy párbeszéd opció vele. Istenem, na mindegy. Megyünk a vörös medve, vagy milyen medve? Raktár. Én nem oda akarok menni. Kidolgozik ki, annak szüksége lesz a detekció segítségéről. Hol van az? Itt van szörös medve fogadó. Itt. Megvan. Szörös medve. Na. Rosszul emlékeztem. Akkor ez egy sokkal nagyobb város. Még nincs is felfedezve ez a része. Elmondja kötetszed, de Pete elfejt is. Jó van, na! Nézd, hogy nőnek. A virágok? Kártyázol? Bár nem olyan gyakran. Ennyi maradt nekem. Most, hogy a nők már nem mutatnak túl nagy érdeklődést. Oké. Pókerezzük akkor. Én itt vagyok neked, nem kellenek a nők. Kertészen játszhatok kockapókert. Nagyon jó. Kezdjük egy normál téttel. Fuha, hogy is van ebben a játék? Rendes póker, csak kockába, ugye? Most a fejemben egy másik fajta kocka póker van, amit játszottam játékot, a Kingdom Come Deliverance, az kicsit máshogy van. Van egy drillünk, ami azt jelenti, hogy 3-1-es? 3 pár, amit drillnek nevez. Neki is drillje van, de neki kettesből van, lehet, hogy ez overall többet ér. Vagy emeljük a két, egyelőre álljunk meg egy helyben. Kellett volna úgy menteni előtte. Amatőr hiba. Nincs nő ott a póker, de ha nincs férfi, akkor mi van ott? Na mi? Mi a nők hobbija? Minden nőnek más. 1, 2, 3, 4. Amúgy nem... Várjunk egy picit. Nem lehet megnézni itt valahol? Nem adja ki. 1, 2, 3, 4, az is érne valamit? Vagy csak 1, 2, 3, 4, 5? Ezt újra tudjuk dobni, és lehet, hogy az egyik egyes lesz. Meg kéne próbálni. Há? Mondjuk kevés esély van rá. Ó, egyik egyes! Négy pár. Ez ér? Valamit? Kettő, ő is ugyanaz. Ó, neki is basszus, ugyanaz. Csak nagyobb értéke lett neki. Oké, új. Azt hiszem kettőt kell megnyerni, azért aki kettőt nyert. Egy, három, négy, két párunk van csak. Vagyis hát egy pár. Akinek drillje van. Egyedülre neki kedvezed. Valószínűleg ugyanazt fogja megint csinálni, hogy a 3-as és a 2-es fogja újra grítani. Nem emeljük a tétet, mert eddig ez veszélyes helyzet. Emelni akarsz a téten? Ja, hogy ő emelt? Na jó, akkor megadjuk. Hol? Ha nem adjuk meg, akkor instant lose. Vagy csak elveszi csak a kört, gondolom. Mit csináljunk? Azon gondolkodok, hogy az egészet érdemes lenne újra rítani. Na, csináljuk meg ezt a hülyeséget. Lehet, hogy nagyon nagy hülyesség, de...
Nézzük meg, hogy a szerencse velünk-e van. Hát... Mi van itten? 2-3, két párunk van csak. Egy párna. Jobbunk egy mentést és megpróbáljuk újra, mert mindenképp le kell győznünk a kertészt. Haldoklom, érzem. Szia Feri! Szia Feri, lesz, szia szia. Szervusz. Még egyet megyünk. Na gyerünk, valami jót dobjunk. 4-6-3-6-3, két pár, nem? Ez 6-6 és 3-3, azt nem úgy adjam? De két pár és neki egy párja van. Én azt mondom, hogy felemeljük maxra a tétet, és megállunk így. Maximum ezt a kockát dobjuk újra. Hát ha nem lesz neki jobb dobása. Á, és csak 4-es. Gyerünk. Jó. Jó? Ez az, oké. Visszaérjük a pénzünket. Ez melyik Witcher? Ez az első Witcher. A legeslegelső. Csak az Enhanced Edition egy picit szebben néz ki, de azért megtartotta a klasszikus kinézetét. Na, még egy kört meg kell nyerni. Ó, az egyik legurult! Ha! Ez most... Gurul! Az igen. Aha, egy-egy pára van, és nő is, ő is két egyes, és nálunk is két egyes jött ki, érdekes. Nagyon picit emelünk. Vagy megtartsuk a két egyest. Hát lehet, hogy az kéne. Dobjunk többivel. 5, 1, jó. 3. Mit fog csinálni? Egészet újra. Én is gondolkoztam, hogy ne, neki meg 3, 4, 4-ese van. És most jön a döntőkör, 1-1 az állás. Csak 3-mal játszottam? Uh-huh. Én is egyébként azért is mondom, hogy meg a kettessé is játszottam, ne a régen, azt ki is vittem. De 1-eset csak elkezdtem. Meg ennek van ugye magyar szinkronja is. Amúgy tök jó. Nagyon jó, korához képest meg minden, csak a harcrendszert kell megszoktad elfogadni, amilyen. Hát ez megint nagyon szar szituáció, basszus, két párja van, az egészet újra kell dobnunk. Jobban dobni két párnál, hát... 6-6? Ez csak 6-6, 4-2-3, ez semmi. Jobb neki. Csak a pénzt eszítsük. Nagyon szépen köszönöm a követést. Áci, Adiszi. Hú, aztán én is nagyon rá voltam függve, amikor nyomtam. Ki is vittem teljesen. Az talán az utolsó DLC teljesen nem, és nem is tudom miért. Már úgy emlékszem, hogy azt is. Még egyszer megpróbáljuk. Ha nem, akkor hagyjuk, akkor megyünk tovább a kocsmáig. Csak nagyon meg szeretném ezt nyerni, mert utána tudunk csak nehezebb ellenfelekkel játszani, hogyha ez megvan. 2-3 hét alatt 140 óra. Hát, rohadt sok időt lehet abban játékba beleölni, az biztos. Nézd, hogy nőnek. Viszont, ahogy a párbeszéden is megyünk végig. Mesélj nekem a zsoldos napjaidról. Adj egy falatot ennem, és beszélhetünk. Oké. Adjunk neki kaját. Ő is van. Egy kenyeret? Ne adjunk valami finomabbat. Török méz. Adjunk neki egy diákcsemege. Diákcsemegét. Finom. Érdekes, hogy a kemény munka hogy meghozza az étvágyat. Még picit részegek vagyunk. Köszönöm, talán. Witcher. Kérhetnék tőled rózsákat cserébe. Rózsákat? Az nem szívesen kérdezni ki hát egy férfitől. Hát ez az összes DLC-t, így én is úgy jobbtam. Nice. Volt, azt hiszem, Addisszívben ilyen izém. Az már szorbó volt viszont, ha jól emlékszem. Vagy talán DLC is volt az a ló. Nem repülőló volt, de voltak szárnyai, és nem volt egyáltalán fall damage. Vicces volt. Az vicces Cerberus sokkal nehezebb ellenfél volt, mint Hades.
Amúgy ja, tényleg. Hisz szinte meg sem tudod sebezni. Na. Ó, belement a képen. Nem így, így adjuk. Azt mondtad... Nem kérünk rózsát. A háború során zsoldosként éltem cicababa szolgálaton. Cicababa. Biztosan hallottad. Micsoda harcos volt, micsoda nő. Erős nő. Nincs hozzá. Ha meg belemegy a növényekbe. Igaz, bárkit le tudtunk győzni. Cicababa katonájaként a félvilágot bejártam. Még Zerikániában is jártam. Zerikániában? Az jó messze van. Maga volt a pokol. Forró, mint egy sütőkemence, és nedves, mint egy fürdő. Lemészároltuk a benszülötteket, míg Zerikánia minket ölt. Hát sem, még izér is, hogy rémült, meg minden. Melyek felmásznak az orrodba, és tojást raknak ott, míg te békésen alszol. Az tök jó, az kellemes lehet. A lárba megeszi az agyadat. Ó. Oh. Pedig kimászik a szemeden, és bogárrá változik. Húi. Undorító. Sokan meghaltak közülünk. Sok más is volt, járványok, mérges pókok és kígyók, és még ki tudja mindent. Na, ő mindent látott. Láttam akkor. Láttam még csíkos lovat is. Majdnem 8 hónap harc után egy dzsungelben vissza kellett vonulnunk. Nincs esélyed a háború megnyerésére, ha nem találod az ellenfelet. Az volt Cicababa egyetlen veresége. Érdekes történet, kösz. Nézd, hogy nőnek. Megint nézd, hogy nőnek. Olyan gyakran visszatérnek arra a párbeszédre, amit... köszönésnél mondanak egyébként a karakterek. Hello! Ma ettem egy zsíros kenyeret. Aztán beszélgettek egy percig, vége a párbeszédnek. Hello! Ma ettem egy zsíros kenyeret. Ilyen lila. Most van egy másik lovam is rohadt jó. Néz ki, a fekete-vörösben ízó személy vannak. Azt hiszem vizuálisan emlékszem rá, hogy hogy nézett ki az a ló, mert eléggé beégett nekem is a emlékembe az a játék. Azért ilyen biztos, hogy ilyen 150 órán volt benne. Ó, hát fontosan emlékszem, meg kéne nézni. Azt Elysiumban adta az egyik küldi. Na azt hiszem, Elysium az már talán DLC terület. Ha jól emlékszem. Ez tök érdekesen nézett ki ez a helyen. Kicsit ilyen istenes feelingje van. Zebra lesz ez a csíkos ló. Aha, az, aha, tudom, volt ilyen, nagyon érdekes volt ez a világ, talán azt tetszett nekem a legjobban így a, mint DLC és külön terület, nagyon szép volt a map design, érdekesen nézett ki. Nem félsz a járványtól? Élvezem a kertem. Tök jó kalandozás. Mikor Melitele úgy dönt és eljön az időm, boldogan fogok távozni. Isten veled. Na, várj. Oké. Utolsót még megyünk. Ha nem, akkor nem. Meg kell nyelni. 3-2-3-2-2. Jó, két pár. De... tökéletes. Meg is tartsuk szerintem. Mit dob? Ó, nem már 2-3. Nem már. Sora van. Hát ez instant megnyerte, hogyha most így passzol. Basszus. Hát ez nagyon, ez a RNG, ez a luck, ez most nagyon ellenünk van. 2-2-3-3-6, most sziálgorítsuk újra. Kis sornál nem lenne jobb szerintem, vagy nagyobb értéke. Már azt hiszem. Meg 4-es is. Ja, első kört nyerte. Rájöttem a bosszok ellenszerére. Arinában 83-as szinten öltem meg a 99-es enemiket. Találtam valami kis izét, trükköt? Nézzük. 5-4, 5-3, 5-ös. 7-6-1-3. Nagyon jó, van egy drillünk, 3-5-ösünk. Megemeljük a tétet, és ezt a kettőt újra dobjuk akkor. Ú, hogy forog? 1-3, az semmi. Remélem nem dob jobbat. A 6 meg az egészet újra dobja, de a 6-ost hagyja. 6-os egy pár, és két pár. De megnyertük, a drill többet ér. Érdekes egyébként, hogy a két pár többet ér.
Hogy kevesebbet ér, mint a drillt, hogyha három azonosod van. Tehát két azonos kevesebbet ér, mint három darab azonosból egy darab. Szia, Siti! Szép öreggelt! Az aténi páncél full hunter damage is falat körbe meglősz. Na igen, nyomod. Folyamig Xbox One X, PC-re sose játszottam a Dixit. Azt egyszer csak kipróbáltam. Ja. Még Van X-en játszottam ki annó régebben. Jó kis élmény volt, aréna is. Na, még egyet meg kell nyernünk. Te is egy Xbox? Szerintem feelinges amúgy ilyen RP-ket nyomni nagy tévén. Úgy adja át jobban a feelingét. 4-4-2-2. Na, két pár, neki is két pár, és ugyanazok a számok. Ja, várjunk, ez a ő kockái voltak, nekünk 2-1-1-2. Áj, már megint nem nekünk kedvez ez. Aja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 j
ellenünk van, és már csomó pénzt veszítettünk. Mondjuk most az előző körben kicsit visszaszedtük fogunkat, de... Most elgondolkozok. Ha 4-4 az... Nem, 1-1-es, 2-2-es. 4-2. Oké, hagyjuk meg a 2-2-est. És esetleg ezt újra dobjuk. Úgy tudnánk ezt megnyerni, hogyha az egyik 2-es lenne. Mert a drill többet ér 2 párnál. Szóval gimme drill. 2-es, gyerünk, legalább egyik legyen 2-es. Ez az, megvan! Megvan! Ó, basszus, újra dobja még, újra tudja dobni. Megvan. Végre! Legyőztem a kertészt, újabb ellenfél után nézem, még komolyabb ellenfél után nézek. Legyőztük a kertészt. 65-tól 4K adja, ja. Én is, pontosan én is úgy nyomtam egyébként, de durva. Ugyanez a col és ugyanúgy 4K. PC-d is arra van kötve? Na, az igen. Ez mi ez? A Witchernek az első része. A másfajúak az okai minden magyar szinkronnal. Oké, Roy. Nem sokkal valamitottuk egy kicsit. Aztán majd később még visszatérünk a Witcherre. De még nyomjuk, még el kell mennünk a szörös medve fogadóba. Mindenképp. Nőjetek drágáim. Azért ez már kihívás, hogy a kertészt legyőztük. Talán erre kell menni. Aztán erre el. Ja, te már így megmondod, hogy aztán legyen rákettig. 120 Hz LCTV. Nem mint, hogyha 4K 120 Hz-et bírna bármelyik konzol is. Max checkerboardinga, ugye? Leviszi a felbontást dinamikusan. Szóval, ja. Azt hiszem, hogy egy másik logikai game. Ja nem, ez egy... Siegfried beszélt már róla. Ez egy kockajáték volt maga a... erre lesz a fogadó lent. De tudunk kitugrani? Nem. Akkor meg kéne kerülnünk. Ma ha meg kell kerülnünk itt. Hihetetlen. Vízim a rossz szomszédsággal büszkélkedhet. Vannak kidobók. Carmen. Ó, ez egy utcalány! Hello! Nem akarsz lazítani egy kicsit, szép fiú? Csak egy kicsit. Attól függ. Hallgatom a javaslataidat. Beszélgessünk. Elég! Rendben, beszéljünk. De én többre szeretném. Érdekesen ruhákat hordtak. A szerelem olyan, mint egy könyv. Ebben a játékban. Édes és formás. Próbáld meg leírni az alakját. Próbáljam meg a szerelemnek leírni egy alakját. Jaj, akkor így fejből. Szerelemnek az alakja. Szerelemnek alakja. Az a baj, hogy ez tényleg nem. Ez én szerelemnek alakja. Valamilyen olyan forma, amit így meglát, és instant vágyak keletkeznek felé. Jó, most a férfi azt mondanám, hogy egy női testrész, de én azt mondanám, hogy... Nem tudom, mit mondjunk. Nem tudom. Itt, ami legjobban ér, legjobban bonzódást ad neked, nem tudom.
A Sirius exit két pillanatra tudja. Ja, egyébként az igen. Az erelet le kéne töltenem, úgy, hogy gondoltam rá. Na jöhetné te is valamikor olyan úgy. FPS stabil, csak ugye a felbontás fáj. Igen. De szerintem inkább a fel... Inkább a... Na, inkább a FPS-en stabil, és utána a felbontás. Egyébként a Digital Foundry csinál ezekről a kurva jó videókat. Ők a egyik legjobb ilyen játékelemzők. És ők megmondják a tutit, hogy melyik konzol, meg melyik PC, meg ilyenek, hogy bírják a játékot. Azok profin elemeznek. Őket szoktam nézni így néha-néha. Úgy érdekelnek olyan dolgok. Én ettől csoda, ha előtt... Lejön 3 órral. Egy formás popsi a szellem alakja. Amúgy én is ilyesmi nagy alattam, csak nem nagyon akartam mondani, de... Na. Nem vagyok költő, de meg tudom állapítani, ha látok egy körtét. Oh! Próbáld megmutatni. Próbáld megmutatni. Ne olyan hevesen. Még csak most találkoztunk. Testtartótál rám ilyen gyorsan. Na jó van, találkozol egy utcalánnyal, és akkor... Flörtöl veled, hogy így úgy amúgy, Geralt, pókerezzünk. Kurva jó. Akadai munka egy Witcher számára? Sokkor százasoló dány dolgozik vízimában? Hú, basszus, mindjárt folytassuk a párbeszédet, csak nem bírom ki, nagyon el kell mennem pisilni. Szóval egy perc is itt vagyok, sietek. Ah, már 5 perc úgy tartom. Milyen menő emotikon? Hát nem láttam is senki, nem is emotikon badge, milyen... Nem láttam még ilyen szuper ultra kombók 2023. Pedig az első személy, akin én látok ilyen. Csatlakozott Twitch szuper ultra kombók 2023-hoz. Valamiféle stream lehetett? Nincs poharam. Jaj, már Pandi, fejezd be! Sirius S-ed van? Aha. Beleáll, mint BMW a sárba. Na hát, igen, elég érdekes ez a párbeszéd rész. Ja, XP-zban. Aranyos még a botonnak is köszönöm. Nest tíveg is jó, azt hallottam. Ez is opció lehet. Persze. Mindent meg tudjuk oldani. Egyszer néztem verekedős játékot, akkor kaptam. Tök jó. Nagyon menő néz ki egyébként ez a V versus effect. És badge. Sok hozzád hasonló lány dolgozik. Kicsit szépen... Sok hozzád hasonló lány dolgozik vízimában. Sokan. De én vagyok a legjobb. Semmi kétség. Örülök, hogy látlak. De amúgy... De várjuk, nincs rá lehetőség. Nem adja fel a játék. Akad valami munka egy Witcher számára? Valakik zaplatják a lányaimat. Ha? Ha segítesz nekünk, szívesen megjutalmazunk. Nagyon is. Nem szóltam, lehet, hogy nem tudom. Hol találom őket? 3 hely is van, ahol éjszakánként valószínűleg megtalálod őket. Jelöld be őket a térképemen. Ha azt tudná a varázsló csaj, akinek nem tudom a nevét. A Yennefer. Hey, hát... Oké, a szagban van a... Na jó, van. Segítség a... Na jó, de egyébként, ha megnézitek, még a játék is egy picit pöcs, mert... Macskakaparásba rakja, hogy lányoknak. Segítség a lányoknak. Bonk. El kell kerestem a 3 legveszélyesebb helyet, és szét kell rúgnom a banditák hátsóját. Kislány veszélyben. Egyébként, na jó, hát akkor picit letérünk, nem a kocsmába megyünk. Egy csináljunk. Figyelj a tartásra, mert deformált lesz a gerinced. Bocsánat! Így van. Nyomunk egy mentést még előtte, mert... Sose lehet tudni. Na de várjunk. Ide mutassa. De nincs itt semmi. Vagy lehet, hogy este találkoznánk itt a banditákkal? Ez könnyen lehet. Olvassuk el? Szerintem igen. Éjszaka, bocsánat, igen. Éjszaka is szét kell rúgnom a pár mondat a ülőgumóját. Hallod?
Igen, igen, nem éjszaka, akkor menjünk is még kocsival, mert oda kéne amúgy mennünk. Ez... Hallod? Én még életemben nem látom ezt a szót, hogy ulőgumója. Képzeld el, hogy egy lányon flörtesz, hogy van valamilyen életbeli szituáció, hogy úgy hívod a segét a lánynak, hogy... De olyan szép ülőgumókád van. Nagyon tetszik. Jól néz ki. Beszeres. Ez a magyar nyelv, basszus. Mindenképpen ki tudja munkat fejezni. Kell kóla? Ja, ez beteg, hogy szét kell tudni az ülőgumóly. Hát... Igen, igen. Na, itt vagyunk a részeg medve... Megint részeg medvék, a szörös medve fogadó. Van. Ez volt a legjobb benne, kár, hogy a 2-3-as nincs leszinkronizálva. Ugye? Annyira más feelinget adott a játéknak. Én is bánom, hogy nincsen sajnos. Na, itt egyébként megvan a személy, akivel beszélnünk kell. Hogy is hívják? A fickóval. Fú, valamelyik fickóval. Meglátom a nevét, eszébe jut. Pincélnővel még egyszer? Üdv! Mit szólnál egy ebédhez? Vagy másokból jöttél ide? Miféle másokból? Másokból? Van hátul egy kényelmes ágy. Mi lesz? Amit gondolom, izére gondol, hogy... Megyük hátra. Én azt hittem, hogy... Alvási lehetőséget kínál a kocsma. Ezóta megvan, ahogy is hív. De... Menjünk hátra. Csak bolondoztam. De... Leharapná a fejem, ha elmennék veled. Talán érdemes kockáztatni. Nem, legutóbb annyira megvert, hogy kiesett egy fogam. Hogy mi? Hogy mi? Mik ezek a történetek? Jézusom, beteg... Úristen! Azt a kurva. Történik itt valami érdekes? Jó, értem. A fiúk egymással harcolnak. Néhányan fogadnak az eredményre. Néha megverik a látogatókat. Amúgy unalmas. Azt választom. Oké. Okay. Viszlát. Jó. Majd a fogadóshoz beugrunk, mert le kéne adni pár cuccot. Közben megy itt bunyó is. A Bruce-szal kell beszélni? Azt a mekkora szakállal van! Évek óta nem láttam. Ja, ő a izé? Nem hittem Zoltánnak, mikor azt mondta visszatértél. Nem Zoltán. Én vagyok az Jason. Számizettek? A háború? Te, Zoltán és én segítettünk nekik, emlékezz? Kockázik itt valaki? Kockázik itt valaki? Egyből. Én profi játékos. Akkor vele nem lehet játszani. Játszol egyet. Nem fog. Meglátjuk, igazak-e a rólad szóló mesék? Állok elébe. Akkor lássuk. Na, hát akkor játszunk egy... Vajon még előtt, ahogy vagy? Nem panaszkodom. Kidobóként nyugalmas és jó munkám van. Mennyire nyugalmas? Szegény Geralt kangörcsös lesz, őnek csak viccel. A vendégek maguk között intézik el a dolgát. A hely csendes. A madarak nem piszkítanak a saját fészkükbe. Jó, pókerezzük. Egy kis tét. Munroval játszotok, oké. Okay. De fura egyébként, hogy a játék már most enged profi szinten játszani. Különt is teljesít a ocka póker kezdő. Már profinak minősülünk. Van egy drillünk. És neki meg egy pár. Na jó, akkor max tét. Ó, neki más a kockái vannak. Egy 5-10 perc is mehetünk, Roy. Én is nagy nyertem, feladta, jó. Második kört is meg kéne nyerni. 3-3. Egy pár. 5-6-5. Aha, innen kettőnek egy pár, nekünk 3-as. Jó, most 30-t emelünk.
És akkor ezeket gurítsuk újra. Négy, na! És még egy hármas! Ez tök jó! Ez egy drill, meg egy pár, ugye? Ez... az minek minősül? Megnyertük! Easy! Kessek egy másik profit. Ja, most egy profit szinten nyomjuk. Na jó. Nyomjuk egy mentést. Lassan tényleg valami baja lesz Geráltnak, hogy nincs semmi, csak behűnyítve. Behűnyítve. Mert lassan struc tojás cipel csóró lábak ezt. Amúgy. Blue balls okoznak itten Geráltnak. Férfiak, tudjátok mi az? Amúgy tudunk? Üdvözlet, fehérke, van pénzed? Na, ezek a fehérke megszérzés. Kicsit rasszisták voltak itt. Nem is, bár nem, csak nem, csak simán utálják a picseneket. Nem rasszizmus. Nem mondjuk feléjük az. Mutasd, mit van. Várjunk! Lehet Max T-tér fogad... Max T-t meg lehet rakni? És mi akkor dupla annyit kapunk? Kizárt. Nem engedi. Mi a szar? És... 5.49? Ah, nem engedi sajnos. Érkezik. Készen állsz? Órint. Gyerünk. El lett volna. Gyerünk, leverjük. Komoly harcok. Nagyon, nagyon durva mutatványok. Csoda ütések. Tökör rúgjuk, leüssük. Védekezünk. Oldalba. Csoda forgások. Arcon. Úgy harcolsz, mint egy lány. Kivégző. Slow motion. A vastörött befeszíti jobb lábán Geráltnak. Nem rossz. Nem szégyen veszíteni fehérhajú. Ezt magadnak mondod, hogy önbecslésed megmaradjon, mi? Valakit úgy megölni. Igen? Hát inkább itt őket is, mint a asszony. Jó, oké. Veregettünk, murulva beszéltünk. Jó,